külön nyugdíj. Elfogadta a képviselőház a külön nyugdíj törvény új változatát, amelyet a kormány szerint az Alkotmánybíróság döntéséhez igazítottak. Az ellenzék keményen bírálta a törvényt, az RMDSZ nevetségesnek nevezte a módosításokat. Nyelvi jogok. Egy Suttyomban elfogadott jogszabálymódosítással megszüntette volna a kormány azt a kötelezettséget, hogy a magyar vonatkozású emléktáblák, műemlékek feliratozása magyar nyelvű is legyen. A tervezetet a szenátusban sikerült úgy módosítani, hogy maradjon a kötelező magyar felirat. Marosvásárhely. A szélsőséges Áurral és az Ördöggel is hajlandó cimborálni a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei szervezete csak sikerüljön leváltani Sóz Zoltánt, Marosvásárhely magyar polgármesterét, jelentette be Csiprián Dobré megyei Pénéli elnök, hivatalban lévő prefektus. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Elfogadta döntő fórumként a képviselőház az Alkotmánybíróság határozatához igazított külön nyugdíj törvényt. Az ellenzék hevesen bírálta a jogszabályt, az RMDSZ nevetségesnek nevezte a törvényt és tartózkodott a szavazáskor. A külön nyugdíjakra vonatkozó jogszabálytervezetet a szenátus által múlt héten megszavazott formában 174 képviselő támogatta, 81-en ellene szavaztak, 17-en pedig tartózkodtak. Korábban az Alkotmánybíróság csak az igazságszolgáltatásban dolgozók nyugdíjával kapcsolatban kért módosításokat. A hétfőn elfogadott törvény értelmében a legkevesebb 25 éves szolgálati idővel rendelkező bírák, ügyészek és alkotmánybírák nyugdíjkorhatára 60 év, a nyugdíjuk pedig a nyugdíjazásuk előtti 48 hónapban kapott bruttó fizetésük és bérpótlékaik átlagának a 80%-a. A korábbi változatban a juttatásukat a nyugdíjazásuk előtti 3 hónapban kapott jövedelmük alapján számolták ki. Az ellenzéki pártok keményen bírálták a jogszabályt. Kötelin Drulő Uszéri elnök kiemelte, hogy a tervezet elfogadásával további 40 évig életben tartják a külön nyugdíjak rendszerét. A romániai demokrácia újabb szégyenletes pillanatát éltük meg a parlamentben, fogalmazott. Az RMDSZ vonatjai szerint nevetségesek a módosítások, és a kezdeményezők figyelmen kívül hagyták a járulékfizetés elvét, és a speciális nyugdíjban részesülők továbbra is óriási juttatásokat kapnak. Az érdüli elfogadható elv, ami mellett nem lehet elmenni, az a hozzájárulás elve, és hát ez továbbra sem történik meg, ez továbbra sem oldódik meg. Azt látjuk ugyanakkor, hogy az az adózás, amit bevezetnek, az a 15%-os, 20%-os adózás, ami bevezetésre kerül, ez ismét nem oldja meg ezt a kérdést, hiszen egy 22 ezer lejes bírói különnyugdíj esetén a plusz adó az 1500-1600 lej. Ezzel szemben Romániában az átlag nyugdíj kevesebb, mint 2000 lej. Ludovik Orbán, a jobboldal ereje párt elnöke bejelentette, hogy az alakulat törvényhozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy az év végéig összegyűjtsék a nyugdíjakat kizárólag járulék alapúvá tevő alkotmánymódosítási indítvány benyújtásához szükséges számú aláírást. Az alkotmány szerint minden állampolgár egyenlő a törvény előtt, előjogok és hátrányos megkülönböztetés nélkül. A külön nyugdíjak viszont előjogokat jelentenek, fogalmazott Orbán. Suttyomban megszüntette volna a kormány azt a kötelezettséget, hogy a kisebbségek szabadon használhassák anyanyelvüket a műemléképületek vagy emlékművek feliratozása során. Ez sikerült megakadályozni egy törvénymódosítással a szenátusban. Az RMDSZ minden eszközzel azon dolgozott a törvényhozásban, hogy a magyar kisebbség jogait védje és gyarapítsa. Az ellenzéki szerepből most az a feladatunk, hogy a meglévő jogainkat megvédjük, fogalmazott Cseke Attila szenátor. A nyilatkozat hátterében az áll, hogy a törvény értelmében, amelyet az RMDSZ kezdeményezett korábban, magyarul is feliratozni kell az emléktáblákat, illetve a műemlékekre, szobrukra kihelyezett táblákat, amennyiben azok magyar vonatkozásúak. Ezt a rendelkezést akarta most eltörölni a kormány. A jelenlegi kormány azt szerette volna, hogy a műemlékekre, szobrokra, amelyeknek magyar vonatkozásuk van, illetve más kisebbség vonatkozásában fontosak, az illető nyelv felirata, a magyar nyelvű felirat az opcionális legyen, ne legyen kötelező. Mi ezt a szenátusban megváltoztattuk, és a képviselőházba úgy kerül, hogy kötelezően a magyar nyelvű felirat is rajta kell legyen ezeken a műemlékeken, szobrokon. A szövetség által kezdeményezett módosítás értelmében ugyanakkor a román nyelv után rögtön második helyen kell szerepeljen a magyar felirat, nem pedig utolsóként,
egyébként a nemzetközi nyelvek után. A tervezet kapcsán a döntő fórum a képviselőház. Izraelbe látogatott Márcsel Csalákó, ahol Benjamin Netanyahu kormányfővel egyeztetett. A román miniszterelnök szolidaritását fejezte ki az izraeli néppel és elítélte a Hamász terrortámadását. Izraelbe látogatott Márcsel Csalákó román kormányfő, akit Luminica Odobescu külügyminiszter és Angel Tülvör védelmi miniszter, valamint Silviu Wexler képviselő, a romániai zsidó közösségek szövetségének elnöke és Rádu Ioanid románia-izraeli nagykövete is elkísért. A Benjamin Netanyahu hivatali kollégájával való egyeztetést követően a felek közös sajtótájékoztatót tartottak. Azért látogattam Izraelbe, hogy szolidaritásunkat fejezzük ki az izraeli néppel, és jelezzük, hogy határozottan támogatjuk az országban élő jelentős román közösséget. Ilyen zavaros időkben Románia továbbra is a stabilitás forrása, a béke, a demokratikus értékek és az emberi jogok védelmezője, és határozottan küzd a terrorizmus, az antiszemitizmus, az idegen gyűlölet és a gyűlöletbeszéd ellen, fogalmazott Csolákú. A román társadalom, a romániai zsidó közösség és az izraeli román közösség önnel együtt gyászolja, miniszterelnök úr, a Hamász terror támadásainak ártatlan áldozatait, nőket, gyermekeket, fiatalokat. Együttérzésünket fejezem ki az emberi áldozatok és a sok sérült miatt, akik között tragikus módon román származású állampolgárok is vannak. Márcsel Csolákó rendkívül aggasztónak minősítette a fokozódó erőszak spirált, közölte, hogy a román kormány továbbra is békét szorgalmaz a Közel-Keleten. Ugyanakkor a túszok azonnali elengedésére szólította fel a Hamászt. Izraelnek jogában áll megvédeni magát, fogalmazott, és megköszönte, hogy több mint 2200 román állampolgár hazatérésében segített az izraeli kormány. Netanyahu szerint a Közel-Keleti béke mindenki érdeke, majd hozzátette. A békére csak akkor van esély, ha ezt a kalifátust megsemmisítjük. Senki nem tud velük békét kötni, ahogy az Al-Qaidával és a nácikkal sem. Ezeket mind le kell győzni, és akkor béke lesz. Források szerint szerdán Joe Biden amerikai elnök is Izraelbe látogat, miközben a gázai övezet határánál nem csitulnak a fegyverek. A Hamász izraeli városokra lő ki rakétákat, a zsidó állam pedig Hamász célpontokat támad. Irán Izraelt megelőző csapásokkal fenyegette meg, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig egy palesztin állam létrehozását szorgalmazza. Mindent megtesznek azért, hogy leváltsák Sós Zoltánt, Marosvásárhely magyar polgármesterét, mondta ma Ciprián Dobré, a Maros megyei Nemzeti Liberális Párt elnöke a Pénéli sajtótájékoztatóján. Hajlandóak ezért bármire, még arra is, hogy összefogjanak más pártokkal. Összefognának Sós Zoltán Marosvásárhely polgármestere ellen, jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Ciprián Dobré, a Maros megyei Nemzeti Liberális Párt elnöke, jelenleg a megye prefektusa. A Pénéli vezetősége megszavazta, Sóst a saját módszerével váltanák le. Több párttal összefogva egységesen beállnának egyetlen olyan jelölt mögé, aki egy jobb alternatívát nyújtana a jelenlegi városvezetéssel szemben. Ezért felszólította a Marosvásárhelyen képviselettel rendelkező román pártokat, hogy vegyenek részt a projektjükben. A Nemzeti Liberális Párt a 2024-es önkormányzati választásokon olyan kompetens személyt fog támogatni, aki visszaállítja a város jövőképét. A Nemzeti Liberális Párt felszólítja és felkéri a Marosvásárhelyen képviselettel rendelkező, a helyi tanácsban képviselt vagy nem képviselt politikai erőket, és felszólítja és felkéri a marosvásárhelyi akadémiai társadalmat, a nem kormányzati szervezeteket, hogy tárgyaljanak ennek a személynek a megtalálása érdekében. Hozzátette, a Pinélé hajlandó félretenni a párt érdekeit. Készek bármilyen kompromisszumra csak azért, hogy leválthassák Sós Zoltánt. Szerinte a mostani városvezetés miatt káosz van Marosvásárhelyen. Inkompetens emberek irányítanak, és a polgármester nem reprezentálja a marosvásárhelyieket. Szerinte biztosan megtalálják azt a jelölt, aki képes lesz a 21. századhoz méltóan irányítani a várost. 2000-ben Dorin Flóriának úgy sikerült megszereznie első választott román polgármesterként a tisztséget, hogy a román pártok összefogtak Fodor Imre, akkori RMDSZ-es polgármester ellen. Bombasztikus véleményt közölt az amerikai Bloomberg pénzügyi tanácsadó. Álláspontjuk szerint Románia még idén leelőzheti Lengyelországot az egyfőre jutó bruttó nemzeti termék tekintetében. A kolozsvári BBTL közgazdász kutatócsoportja azonban, ha nem is száfolja, mindenképpen árnyalja az állítást.
Románia még évvége előtt megelőzheti Lengyelországot a gazdasági jólét tekintetében, áll az amerikai Bloomberg friss cikkében, mely szerint Románia még idén lekörözheti Lengyelországot az egyfőre jutó nemzeti össztermék tekintetében. A Romanian Economic Monitor projekt kutatócsoportjának számításai szerint azonban a becslés túlzottan optimista. Az elmúlt 10 év átlagos növekedési rátái alapján az említett előzés leghamarabb 2025-ben valósulhat meg. A BBTE közgazdasági és gazdálkodástudományi kara kutatócsoportjának tagja Nagy Bálint Zsolt közgazdász híradónknak hangsúlyozta, bár Románia utolért már olyan országokat, mint Magyarország, Portugália, Görögország és Szlovákiát is lehagyta, a Lengyelországra vonatkozó előrejelzést kicsit korainak tartják. Ha nem is azt mondanám, hogy cáfoljuk, de mindenképpen árnyaljuk ezt a Bloomberg előrejelzést, mi inkább egy korábbi Banca Transilvániás előrejelzés nézeteit osztjuk, amely azt hozta ki, hogy körülbelül 2025-26, vagy ugye az évtized második felére képzelhető el ez az utolérés, illetve előzés. Jelezte, 2008-ban már volt egy hasonló eset, akkor is úgy tűnhetett, hogy 1-2 éven belül utolérjük Lengyelországot. Ehhez képest ez a következő évtizedben sem következett be. A közgazdászok azt is jelzik, ahhoz, hogy a román egyfőre jutó GDP 2025-re meghaladja a lengyelt, Romániának előbb a költségvetési hiányt kellene hatékonyan kezelnie. Nagy Bálint Zsolt megjegyezte, a jelenlegi helyzetben kész csoda lenne, hogy a költségvetési hiány 3% alá csökkenjen, azonban fontos jelezni a piacok és a hitelminősítők felé, hogy sikerül kordában tartani a deficitet. Fontos az újjáépítési alapok hatékony elköltése is. Így lenne esély arra, hogy 2025-2026-ra utolérjük Lengyelországot, főként, hogy az ottani jelenlegi kaotikus helyzet, a kormányalakítás elhúzódása nem tesz jót a beáramló befektetéseknek, és egy olyan kanyar lehet, amiben lehet előzni, összegzett Nagy Bálint Zsolt. A következő tanévtől új szakkal bővül a Nagyváradi Pálciumi Keresztény Egyetem kínálata. A gazdasági informatika alapképzést a Budapesti Óbudai Egyetemmel partnerségben indítják, így a végleges akkreditációt követően 2 diplomát szerezhetnek a hallgatók. Dr. Pálfi József, a Nagyváradi Pálciumi Keresztény Egyetem rektora, és dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy közös szakot indítanak a Nagyváradi Felsőoktatási Intézményben. A gazdasági informatikai alapképzés indításának ötlete már korábban felvetődött, és miután augusztusban sikerült megszerezni a Román Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökségtől az ideiglenes működési engedélyt, nincs akadálya, hogy a 2024-es tanévtől beindítsák a képzést. Meggyőződésem, hogy ezt a szakot már réges-régen be kellett volna indítani, hiszen társadalmi igény minden bizonnyal meg lett volna rá, és miképpen látjuk is, meg is van. Munkatársaim, akik esztendőről esztendőre a régió középiskoláit járják, már régóta jelezték, hogy olyan szakokra is, ilyen képzési formákra lenne szükség, nem csak informatika, gazdasági informatika, hanem műszaki, mérnöki képzés, stb. Hiszen ezek azok a kicsit csúnya szóval, de piacos szakok és képzések, amelyekre valóban szükség van a mindennapokban. Az új szakra az előzetes tervek szerint 20 tandíjmentes és 10 fizetős helyet hirdetnek meg. A gazdasági tananyagok oktatását a Pálciumi Keresztény Egyetem szakemberei végzik majd, míg az informatikai részben az Óbudai Egyetem oktatói fognak segítséget nyújtani. A tantárgyak között szerepelni fog a valószínűségszámítás, statisztika, programozás és kiberbiztonság. A döntés háttere természetesen egyik oldalról az, hogy erősítsük meg a határon túl a Pálciumnak a közegét, és ilyen szempontból a Pálcium Keresztény Egyetemen keresztül lehetőséget biztosítsunk az itt tanuló hallgatóknak, hogy egy minőségi képzésen keresztül itt maradhassanak, és itt erősítessék azt az üzleti intelligenciát, amelyet egyébként ez a szak kimenetként kínál számukra. Miután a Nagyváradi Egyetemnek sikerül megszereznie a képzés végleges akkreditációját, a két oktatási intézmény 2 diplomát állíthat ki a szakot elvégző hallgatók számára. Illegálisan épített tömbház lebontását rendelte el a kolozsvári városháza. A Békás negyedi apartmanok lakói tiltakoznak, hangsúlyozván, hogy ők is az ingatlan csalók áldozatai.
8 éve húzódó botrány végére tenne pontot a kolozsvári városháza, lebontják a Békás negyedben illegálisan épített tömbházat a Mikó Imre utcában. A lakóközösség tiltakozik a végrehajtás ellen, azzal az indoklással, hogy a télküszöbén az utcára kerülnének. Azok a személyek, akik az adott tömbházban lakást vásároltak, az időközben kámforrá vált ingatlancsalók cinkosaivá váltak, annak ellenére, hogy ez nem volt tudatos döntés részükről. Így pedig nem csak lakás, de az érte kifizetett tetemes összeg nélkül is maradhatnak. Bónis Endre, a Reform ingatlan közvetítő irodának az ügyvezetője elmondta, a vásárló csak tiszta telekkönyvvel rendelkező ingatlanba kellene fektessen, amely új építésű tömbházaknál nehezen kivitelezhető, viszont fontos átvizsgálni szakember segítségével a projektet. Az az ingatlan, amit fölvásároltunk, gyakorlatilag neki csak egy telekre van papíra, amit még jó esetben biztos, hogy bank is terhel. Ezért én azt ajánlom, hogy viszonylag kevés, kisebb összegű előleget fizessenek be, és az átvétel után, az ingatlanok az átvétele után, illetve telekkönyvezésénél fizesse ki a nagyobb összeget. Hozzátette, ezt egy dinamikusan fejlődő városban nehéz elérni, hiszen az ingatlan fejlesztő szereti átadás előtt a pénzösszeget megkapni. Kolozsváron nagy kihívást jelent olyan lakáshoz jutni, amely kellően nagy, közel van a központhoz, illetve az ára is viszonylag megfizethető. Így könnyen ingatlan csalók csapdájába lehet esni olyan lakásokkal, amelyeket ám bár irodaháznak, esetleg garázsnak építettek, de eladják lakóháznak a piaci ár alatt. Egyre többen zarándokolnak a Mária úton, ennek erdélyi szakaszain is, hangzott el azon a konferencián, amelyet a Székelyföld napok keretében tartottak a Romániai Mária út Egyesület szervezésében. A konferencián számba vették az úthálózat jelenlegi helyzetét, és kijelölték azokat a tennivalókat, amelyek biztonságosabbá, egyedibbé és vonzóbbá tehetik az egyes szakaszokat. Mindenkinek ott a kezében a telefon, és a digitalizálás szempontjából azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk még tenni. Hargita megye tanácsa a Mária út digitalizálásában tudna segíteni az útvonalat működtetőknek. Erre napjainkban óriási szükség van, hiszen ma már legtöbb turista a telefonos applikációk alapján tájékozódik, mondta a konferencián felszólaló megyei tanácselnök Borboly Csaba. Az erdélyi részének van egy különleges íze, ezt érzik a magyarországiak is, és érzik azok az El Caminósok, akik már többször megjárták Spanyolországban vagy Franciaországban az El Caminót, és vannak olyan El Caminósok, akik úgymond csendre vágynak és nyugalomra, és akkor eljönnek ide, és megtapasztalják úgymond a Mária útnak a vadságát. A Mária út vadsága a szintkülönbségben, az út környezetében legelő nyájak körüli pásztorkutyákban, a felbukkanó medvékben rejlik. Ezek miatt ajánlatos csoportosan zarándokolni, ez pedig egy teljesen más élményt nyújt, mint az egyéni zarándoklat, fejtették ki a konferencia résztvevői. Az elmúlt 10 évben kijelölték a teljes útszakaszt, ezek közül a legnépszerűbb a Mária Pócs Csíksomjó útvonal, melyen főként a pünkösdi búcsúra érkeznek sokan. A munkában nagy szerepet vállaltak az önkéntesek, akik főként a zarándoklatok által nyújtott élménykedvéért vállalják a munkát. Most már 10 éve, hogy az egy útat járjuk. Itt van a feszületünk, elhoztuk, mert azt mondom én, hogy egy feszülettel zarándokolni hegyen völgyön keresztül, ez egy öröm. A konferencia résztvevői kötetlen hangulatban beszélték meg a tennivalókat, közösen zarándokoltak és jelölték ki a közös és az egyéni utakat, melyek a Mária út biztonságát, vonzerejét növelik majd. Új óvoda épült a Szilágy megyei Szilágy Ballán. A vasárnapi őszi sokadalom rendezvény keretén belül avatták fel az új oktatási intézményt. Az ünnepségen jelen volt többek között Cseke Attila szenátor is. Új óvoda áll a régi helyén Szilágy Ballán. Bár nem volt könnyű megvalósítani, most mindenki örül az új oktatási intézetnek, amelyet vasárnap délután adtak át. Demjén István 2016-ban lett a község RMDSZ-es polgármestere. 2017-ben felmérte az igényeket, és az egyik kérés az egész napos felügyeletet biztosító óvoda beindítása volt. Először csak óvodát akartunk felújítani, majd amikor a szakemberek megvizsgálták a régi óvodánkat, azt tanácsolták, hogy inkább egy új óvodát építsünk. Ma itt vagyunk az új óvodában, három tantermes óvodában, étkezővel ellátva. Cseke Attila egykori fejlesztési miniszter, akinek a mandátuma idején indult a projekt, elmondta, egy óvoda avatója több, mint egy új infrastruktúrális beruházásnak az átadása. Elsősorban azt jelenti, hogy a közösség hisz abban, hogy nem csak jelene, hanem jövője is van.
Seres Dénes parlamenti képviselő beszédében kiemelte a helyi diákok kitűnő teljesítményét. Országos szinten egymást követő két évben a magyar tanulók közül Szilágy Ballai diák érte el a legjobb eredményt az érettségén. Mindez azt bizonyítja, hogy a helyi tanintézetekben megkapják a jó alapot, és van kiért dolgozni. Egy különleges nap ez a falu és a közösség életében, hiszen már nagyon rég vártunk erre a pillanatra, amikor betekintést nyerhetünk az új óvoda épületébe. Ennek az óvodának a helyén egy régi, több száz éves, többször árvíz járta épület állt, és ennek a helyébe került ez a gyönyörű szép épület. Az óvoda megáldását követően a gyermekek versekkel és énekekkel köszöntötték a jelenlévőket, majd mindannyian megtekinthették az új épületet. Délután bábszínház várta a kicsiket, majd szilágysági néptáncosok léptek színpadra. A romániai máltai szeretetszolgálat Csepsi-Szentgyörgyi fiók szervezete megemlékezett arról, hogy 10 évvel ezelőtt vette át a helyi hajléktalan szálló gondnokságát Csepsi-Szentgyörgy önkormányzatától. Egy évtized alatt látványos eredményeket tudtak elérni, nem csak az utcáról tűntek el a hajléktalanok, sokuknak a társadalomba is sikerült visszailleszkedni. Legalább engednek, probléma nincs, kaja van, minden van, úgyhogy minden oké. Minden rendben, e szerint az idős hajléktalan szerint. A Sepsiszentgyörgyi Csiki negyed központjában található, zordnak látszó épület valójában az életet jelenti a sepsiszentgyörgyi hajléktalanoknak. Nappal melegedő, éjjel szállás várja itt őket, de meleg ételt is kapnak, tisztálkodási lehetőség is van, és mosoda is működik a városiak által Sing Singnek nevezett emeletes házban. 10 éve vette át a máltai szeretetszolgálat a hajléktalan szálló működtetését. Ez alatt 262 háromszékinek nyújtottak segítséget. Ebből 63-nak sikerült visszailleszkedni a társadalomba is. A romániai máltai szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgyi fiók szervezete a múlt héten külön megemlékezéssel ünnepelte működésük 10. évfordulóját. Nem akartunk nagy ünnepséget. Az volt a célja egy picit, hogy az embereket közelhozzuk, tehát a többséget igazából Sepsiszentgyörgy lakosságának felhívjuk a figyelmét arra, hogy léteznek a hajléktalanok Sepsiszentgyörgyön. Van egy hajléktalan szál, ami 10 éve működik, és igazából talán arra, hogy mekkora különbség van ezelőtt a 10 évveli helyzet és a mostani helyzet között, ugyanis most Sepsiszentgyörgy utcáin nincsenek hajléktalanok. Székely Robert szerint a látványos eredmény a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat és a máltai szeretetszolgálat közötti erős partneri együttműködésnek is köszönhető. 10 évvel ezelőtt hajléktalan szállóként indult az épület, később nappali foglalkoztatóközpont is nyitott az első emeleten, ahol személyre szabottan foglalkoznak a rászorulókkal. Ennek köszönhetően többeknek találtak már munkát, lakhatást, volt, akinél az alkoholfogyasztás sikerült visszaszorítani, volt, akit családjához költöztettek vissza. Napi szinten jelenleg 20-30 ember veszi igénybe a lehetőségeket, a téli hónapokban ez a duplájára emelkedhet. De a fiók szervezetnek hála, ez a szám is egyre kevesebb, ami azt mutatja, hogy sikerrel végzik munkájukat. Légiós szabály és jégkorong, sporthírekkel folytatjuk. Alapfokon jóváhagyta a kolozsvári táblabíróság Novák Károly Eduárd volt sportminiszter légiószabályának eltörlését. A rendelet szerint az országos bajnokságokban egy csapatban legkevesebb 40%-ban romániai játékosokat kell pályára küldeni. Nagy port kavart a sportéletben Novák Eduárd egykori sportminiszter tavaly kihirdetett rendelete, amely szerint egy csapatban legkevesebb 40%-ban romániai játékosokat kell pályára küldeni az országos bajnokságokban. Többen diszkriminációt kiáltottak és bíróságon támadták meg a rendeletet. A Besztercei Glória Sportklub női kézilabda csapatának a beadványa ügyében nemrég hozott alapfokú döntést a kolozsvári táblabíróság, amely alapfokon megsemmisítette a jogszabályt. Híradónknak Novák Eduárd elmondta, a megszűnt sportminisztérium hatáskörét átvevő országos sportügynökséget nem képviselték az ügyben, így esélyük sem volt nyerni. Jogász sem volt, nem képviselték az ügynökséget ebben a perben, és ezért vesztett el. Tehát ezért sikerült a Besztercei klubnak megnyerni ezt a pert, mivel hogy nem volt képviselve senkitől, és így kontenciózba
így törölték a törvényt. De most itt az a kérdés, hogy 15 napon belül az ügynökség fog-e fellebezni, mert elég sajnálatos lenne, hogy ne vegyenek egy korrekt pozíciót. Sajtóértesülések szerint Elisabetta Lippe, a sportügynökség elnöke kijelentette, élnek a lehetőséggel és fellebbeznek. Bár a Besztercei Glória alapfokon pert nyert az ügyben, azt nem kérték, hogy a jogerős döntésig a bíróság függessze fel a korlátozó intézkedést, így az egyelőre hatályban marad. A csapatoknak pénzbírság terhe mellett továbbra is változatlanul eleget kell tenniük a megkötésnek, vagyis a pályára küldött játékosaik legalább 40%-a hazai sportoló kell legyen. Kézilabdában 3 játékost jelent. Gyergyóban csapott össze a Gyergyói Hoki Klub és a Csíkszeredai Sportklub legutóbb a jégkorong Erste-ligában. A címvédő gyergyóiak fölényes győzelmet arattak 7-1 arányban. Lendületesen indult a Gyergyói Hoki Klub és a Csíkszeredai Sportklub jégkorong Erste-liga mérkőzése Gyergyó-Szent Miklóson. Az első gólt hamar megszerezte a sportklub, de a piros-fehérek szinte azonnal egyenlítettek és megállíthatatlanná váltak. A mérkőzés végére további 6 találatot szereztek, így 7-1-re győztek. Nagyon fegyelmezettek voltunk, ez volt a jó, hogy én mindig azt szeretem, ha 3 kapott gól alatt tartunk egy ellenfelet, pláne a Szereda, akinek ilyen támadó kvalitása van, és magas támadó skill-el rendelkező játékosok tömkelege az ellenfélnél, és azért őket 3 alatt tartani, ráadásul ma 1 alatt, ehhez kell egy komoly kapus teljesítmény is, és egy nagyon jó balansz a támadó és a védekező játékunkban. A sportklub számára rendkívül szerencsétlenül alakul az új szezon, sorozatban 7-szer kaptak ki az Erste ligában. Legközelebb csütörtökön bizonyíthatnak hazai pályán a DVTK Jeges Medvék ellen. A Gyergyói Hoki Klub is hazai jégen játszik az UTE ellen. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.